van egy játék, de ez nem ugyanaz, mint a múltkor. Most, ebben a pillanatban a játékban 2031. július 3-át írunk. Ami azt jelenti, hogy 10 évvel vagyunk később, mint ahol most ülünk. Oh yes. És fölhívhatjátok a 2021-es július 3-ai önmagatokat. Szia Csilla, művésznő, vagy ahogy így szólítatod magad viccből. Szóval megéri kurva sokat dolgozni, akkor is, ha még 9 évig nem látod az eredményét. Lehet, hogy pont ebben a 10. évben jön majd meg, amire vársz. Szóval esetleg most ugye én hívom a jövőbelit, jó, oké. Szóval, hogy... Nem, a jövőbeli, a mostanit. Jó, oké. Ez most eddig jó? Oké, akkor csak az agyam tréfál. Szóval, ha esetleg nem vesznek fel egyetemre, akkor se búsulj. Ha esetleg felvesznek egyetemre, akkor se búsulj. Meg fogod oldani. Igen, jól vagyok, köszi. Hát minden szuper, nagy spoilereket nem mondhatok el, mert hát akkor hova a varázs, meg az izgalom, meg a tépelődés, és a sok stressz, ami imád stresszelni, légy színe csináld. Fölösleges, úgyis minden megoldódik. Igen, nagyon szép házban laktak majd Botival, ezt azért elmondom. De semmi, ne aggódj, minden szuper lesz, és csak csináld. Szia, Botond! Csatlakozok az előttem szóló 2031-es énekhez, hogy légy nyugodtan lazár, nem kell ennyire parázni különböző dolgokon, úgyis mindjárt megoldódik. El sem tudom neked mondani, hogy milyen utakat fogsz bejárni, úgyhogy bele se kezdek szerintem, mert semmi értelme. Gyakorolj sokat, mert az mindig segít. Viszont közben próbálj meg mindig lazább lenni, és a gyakorlás nem a művészet rovására csinálni, hogy én szép mondattal zárjam a mondandómat. Sok sikert! Csak azt szerettem volna elmondani, hogy tudd, hogy tök jó úton haladsz, és hogy csináld azt, amit most is csinálsz, és hogy tudom, hogy most nehéz, és hogy nagyon nehéz beosztani az idődet, és hogy nem érsz rá semmire, és alig van magánéleted a dolgok mellett, amiket csinálsz, de hogy ez így hosszú távon meg fog térülni, és hogy hidd el, hogy megéri. Igyál egy kicsit kevesebb sört. Én is lezárom, hogy szia Bence, vegyél még több bitcoint. Bitcoin az elég gyakran előkerül. Tényleg? És bitcoin egyébként? Bitcoin. Bitcoin? Igen. Ja. Oké, hogyha lehetne kérdezni valamit a 2031-es énetektől, akkor mit kérdeznétek? Ugye minden okkal történik. Mert ha nem, akkor szóljon. Ugye még nem olyan para globális felmelegedés. Hát én megkérdezném, hogy megéri-e ennyit dolgozni? Mármint, hogy nem zenével, hanem mással, amit mellette csinálok. És szerinted mit mondaná? Hát nem tudom, ez a misztikus bennem, hogy fogalmam sincs, hogy megéri-e, ez kiderül majd 10 év múlva. Én azt kérdezném, hogy ebben a mostani jelenlegi élethelyzetemben a nehéz dolgok is, hogy választás előtt állok, és hogy mi a helyes választás most ebben a pillanatban. Én azt kérdezem, hogy megéri a melódikus moll módusokat gyakorolni. Amúgy szerintem meg. Sajnos meg. Igen. Antval. Hát jó. Én csak pentatont játszottam ma. Megéri-e csak pentatont játszani? És a válasz igen.